Szolnoki Olaj két fene gyereke, Báder Marci és Vojvoda Dávid remekül szerepel ebben a szezonban. Ugyan a csapat a középszakaszban kapcsolódott be a magyar bajnokságba, már a Sopron ellen vívott első mérkőzésükön megnyugtatták szurkolóikat afelől, hogy nem csak a nemzetközi elismerést szeretnék kivívni maguknak. De most vissza a két fiúhoz, Marcihoz és Dávidhoz, akik nem csak a pályán, de a magánéletben is szívesen alkotnak egy csapatot. Gyakran töltik együtt szabadidejüket, melyben sokszor kap helyet egy kis versengés is. Ám ez alkalommal nem kosárpalánkra, hanem darts táblára dobáltam. És most ismerjük meg a fiúk mentorát. Bezzeg Nándor 17 éve foglalkozik dartszal, 26-szoros magyar bajnok, 2008-ban sikerült kvalifikálnia magát a világbajnokságra. Az első játékos hazánkban, aki profi szerződést kapott. Gyertek be, nézzetek egy kicsit szét, szívjátok be a finom, friss dartterem levegőjét. Azt a feladatot kaptuk most itt mi hároman, hogy a semmiből építsünk fel itt két gyönyörű és tehetséges és eredményes dartsjátékost. Hát, mint tudjuk, ti kosarasok vagytok, úgyhogy ebből az alapállásból fogunk átképződni. A kapcsolatom a dartszal az hát elég rövid, és elég keveset dartsoztam, viszont a darts versenyeket, a hangulatát a tévében az nagyon tetszik, és azt elég sokszor, amikor tudtam, akkor megnéztem. De abszolút amatőrnek, tehát szinte kezdőnek mondanám magam. Szektoros beosztású tábláról beszélünk, 20 egyenlő szektorról van felosztva egy kör. Egyszer-kétszer próbáltam ilyen bárokban, pubokban, ugye amikor a ott van a falon, de amúgy nem mondom, csak nézni szoktam, úgyhogy játszani az nagyon ritkán. A ti sportágatokban is van egy alapbeállás, amikor kosárdobás, ez nagyon fontos dolog, hogy minél pontosabb legyen. De a legfontosabb, amit ismertettem, az a alapállás, ez a darts alapja. Ezt kell megtanulni és ezt kell gyakorolni hosszú éveken keresztül. Ez adja a pontos célzást és a pontos találatot. Náluk is erre fektettük a fő hangsúlyt. Mindig a dobókarunkkal azonos lábat helyezzük a dobóvonalra. Nagyszerű. Mint látjátok, soha nem szembe, inkább 45 fokos szögbe támasztjuk a lábunkat. A testsúlyunkat teljes egészében, illetve 80%-osan, minimum 80%-osan erre a lábunkra helyezzük. Karunkat fölemeljük, mint láthatjuk, derékszögbe állítjuk, könnyékmagasság, derékszög, hozzá a kar. Van egy visszahúzó szakasz, és a visszahúzó szakaszból kilendítjük a kezünket és dobjuk el a dárdát. Jó? Most bemutatom folyamatába. Hát fiúk, már is elérkeztünk a gyors talpaló végére, olyannyira, hogy már is fölkészültek vagytok egy versenyre. Én nagyon szeretném legyőzni, nagy rivalitáson köztünk ilyenkor, kisebb beszolgatások is szoktak menni, úgyhogy nagyon remélem, hogy le tudom győzni az idősebbet. Beszéltek meg valami értékes dolgot, amitől súlya is tétje lesz ennek a mérkőzésnek. Általában ahol tudunk, ott tényleg ilyen minimális dolgokba lefogadunk, és így elég sok szituációt versenyhelyzetként fogunk fel. Az idősebb vagy, hogy választhatsz tétet. Köszönöm szépen, én meg most segítek neked, okay. Akkor számolni okay, a kapokat. Köszönöm szépen, kedves vagy. Akkor legyen vacsora, mint szólsz hozzá, ahogy szoktuk. Jó. Sok sikert. Én nagyon keveset szoktam nyerni, sajnos, úgyhogy általában dobó versenyben szoktunk fogadni. Olyan 5-ből egyszer szoktam nyerni. A Marci ellen például nem nagyon nyertem idén, úgyhogy most nagyon remélem, hogy itt a dartba kicsit vissza tudok vágni. Uram! Két komoly játékosról van az, hogy én azt mondom, úgyhogy várok tőlük egy pozitív eredményt mindenképp. Két fiú az nagyon tehetséges, szerintem pályatévesztők, akik át kell állni a dartsra, és ebbe szerezni sikereket hazánknak. De hát azért egyelőre maradjon csak a kosárlabdán, azt javaslom. Akkor most a tripla úsz? Akkor most legyen a tripla. Igen, próbáljuk meg elrántani a tripla, és akkor már is rány. Gyönyörű! Ezt kérnénk!
61, fantasztikus. Kezdem, ezt felhagytam. Kiérdetem győztesnek. Távidot. Köszönöm szépen. Gratulálom. Köszönöm szépen. Gratulálom. Nagyon köszönjük. Jó fog esni a vacsora. Hát nagyon nem örülök. Bár megérdemelt a Dávid, hogyha úgy vernek meg, hogy megérdemlik, és esélyem sem volt, akkor elismerem, tényleg jobban dobott. Ma. Elég magabiztosan sikerült győznöm. Ez a Martinak biztos fog fájni egy kicsit. De tényleg, hát kezdők szerencsével dobtam, igazából nem is tudom, dobtam tripla 20-at, dupla 20-at, tehát igazából nem mondom, hogy oda céloztam, nem volt tudatos. Most itt kedvet kaptam egy kicsit, megmondom őszintén, hogy lehet, hogy vissza fogok térni egy kicsit a dárthoz vele. Úgyhogy addig nem fogom magamat hagyni, amíg egyszer sikerül nem visszavágni. Most remélem, hogy nem hamarosan vissza tudok nekivágni ezért a csúfos vereséggel. Maradéktalanul végrehajtottak mindent, amit itt lehetett, amit kértem tőlük. Ilyen tehetségeké a jövő.